Karambolozott két nyerges vontató a 34-es főúton Tisza-Igar határában. A képeken jól látszik, hogy hatalmas erejű volt az ütközés. Ezen az útszakaszon sajnos gyakoriak a hasonló balesetek, hiszen nagyon keskeny az út és nehezen fér el egymás mellett két ilyen nagyméretű tehergépjármű. Akár egy apró figyelmetlenség is könnyen tragédiát okozhat. A baleset részleteiről dr. Kisnémet Tamás, a Jászhonykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást riporterünknek. Frontálisan ütközött két nyerges vontató Tisza-Igar település határában a 34-es úton, ahová 4:11-kor riasztották a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tiszafüredi hivatásos tűzoltóit. A helyszíne kiérkező tűzoltók a gépjárműveket áramtalanították, valamint a mentők kérésére segítkeztek a súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett sofőr mozgatásában, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházban. A baleset idejére félpályás útlezárás volt érvényben. A baleset oka egyelőre ismeretlen.